mi volt? Ma olyan figyelmes vagy. Olyan szép vagy ma. Már mint minden nap. Ó, Mary Johnson, jó napot! Mit olvas? Semmit. Ez egy tinédzser nevelési kalauz, és ti ketten mit nevetgéltek itt? Hol vannak a többiek? Hát mi éppen... Randin vagyunk. Fantasztikus Rost azt mondta, hogy bejövök neki. Igen. Haverok, várjátok Mary Johnson esküvőjét. Tudjátok, hogy mit kell tennetek. Lájkoljatok gyorsan. Menő. Fiatalok vagytok randizáshoz. De... Mary Johnson. Szóval, gyorsan vissza a szobákba, és nem akarlak titeket megint együtt látni. Nekik randiuk van. Gyerünk, menjünk. Menjetek innen. Randi. A sors nem akarja, hogy okos Júliával legyek. Mary Johnson megtiltotta nekünk. Próbáld meg Aranc Stacyvel, ha okos Júliával nem szabad. Sötételen, hol van az a baba? Csak vicceltem. Figyú, mi történik Mary Johnsonnal? Miért bámultok így ránk? Valaki ezt csinálta. Hát mi Randin voltunk. Randin? Mary Johnson elolvasott valami utasítást. És azt mondta, hogy túl korán randizunk. Szóval figyeljetek, mai naptól nincsenek szégyenletes összejövetelek. Milyen összejövetelek? Szégyenletesek, és hagyjátok abba a buta románcaitokat, szóval menjetek innen! Csajok balra, fiúk jobbra! És mostantól kezdve nem akarlak titeket együtt látni! Gyorsan! Gyávácka, gyávácka! Én Pulyka vagyok, hallasz? Mi? Én gyáva? Te Pulyka! Ez így szólítalak, szóval szükség ez! Gyáva, gyáva, látod a tyúkot? Mondd szépen, milyen tyúkot? Mary Johnson a tyúk! Hát, igaz! A mi tyúkunk a padon van! Könyvet fog tojni! Van valami tervetek? Mit fogunk csinálni? Az a nagy alak, hogy rendeljek egy helikoptert és elmenjünk. Azt javaslom, hogy változtassuk át Mary Johnsont valami állattányár végéig, de... Béka! Szóval figyeljetek, be kell fejezni ezt a káoszt. És mi lenne a terv? Hogy ellopjuk azt a hülye könyvet, minden az miatt van. Gyönyörű szötételen! Ó, cuki rendetlen Gerald. Menjünk el erről a kis területről, és szívjunk friss levegőt az erdőben! Igen, menjünk együtt sétálni, csak te meg én! Ez tuti Oszkárra való! Csak a holtestemen át! Most megbuktatom nektek, ó! Várjatok! Hoppá! Mindezt a szolgák csinálják. Milyen tábor ez? Én csak bájitalokat tudok csinálni. Hogy főzzem meg ezt a levest? Mary Johnson teljesen megbolondult a büntetéseivel. Hogy áll már rajtam ez a kötény? Ó, szegény kék. Rákényszerített a fiúkat, hogy ágyakat ássanak ebben a forróságban.
Tessék! Lecse! Neked! Ezt kapsz ki! Igen, szegény rossz! Ha nem találunk ki valamit, akkor mérget iszok. Ne féljetek, megosztom veletek. Ez az alvási bájital, csak aludni fogunk a szezon végéig, és ennyi. Esélytelen, nagy terveim voltak a nyárra. Ha nem fogok találkozni fantasztikus rosszal a nyár végéig, akkor mérget fogunk inni, mint Rómaus Júlia. Félek, hogy rossznak is más tervei vannak, mint Stacynek. Igen, örök élni fogok! Ennyi, jogunk van a nyárra, mennünk kell és követelni kell a szabadságot! Igen! Őszem viszelni el a saját szabályait és megszökne! Itt a könyv! Milyen szerző adott neki ilyen tanácsot meg oktatást? Ki ez? Megveszem a kiadóját! Nyugodj meg! Nincs nevelés, csak szerelem! Fúj! Csókokról szól! Nem lep meg, hogy Mary Johnson megbolondult! Tesszék most egy rózsaszín nyálas takony! Szóval attól bolondult meg! Vigyó, olyanok a szemeid a szemüveg alatt, mint két gyémánt! A hajad olyan csávos. Érted, dobog a szívem. Alig várom, hogy lássalak az erdőben. Látjátok, Mary Johnson szintén szerelmes. Sőt, neki a mi oldalunkon kéne állnia. Szerintem Mary Johnson egyszerűen féltékeny ránk, hogy fiatalok vagyunk, és előttünk az élet. Jaha, az ő fiúja pszichopata is mániákus. Nem, valószínűleg pluszban fizet neki ezért az írásért. Nem bírom ezt nézni. Évről évre nevellek titeket, de minek? Hogy kémek legyetek? Kémek? Sikerült elérni, hogy traumánk legyen az erdei sétától? Trauma? Ezt mondjátok meg Konrád cégecskének, soha többet nem fog beszélni veletek. Ti kérjétek meg, hogy írjon, remek lesz. Hát, álljatok le, szégyentelenek! Hát igen, ezek vagyunk mi, és Konrád az erdőben puszi-puszi. Igen, ez most hogy felejtsem el? Oké, nekem van igazam. Életem legjobb éveimet az iskolának szenteltem. Tudjátok, hogy a tanárok milyen magányosak, gyerekek. A diákok egyszerűen csak szeretnének találkozni. Oké. Emberek, megszegem a szabályokat, ti pedig nem fogjátok kigúnyolni. Jó! Megérdemli, hogy boldog legyen. És csak hogy tudjátok, tudunk adni nektek néhány tanácsot a szerelmi életekre. Aha, és köze van a szerelmi varázsigékhez és mágiához. Rendetlen, Gerold. Hát most minket a sors. Sötételen, hol a fókusz? De fókusz... Hát valószínűleg nem, mert...